De hát azért mi visszatérve a gyerekrablásra, nekem azért nagyon fáj, hogy nincsenek magyar ifjúsági filmek most már jó ideje, hogyha talán elbújtatva vannak, azok valahogy eltűnnek a süllyesztőbe. Vagy ilyen rajzfilmszerű imitációk. De igen, csak az a probléma, hogy azért az amerikai úgynevezett családi filmeket megvásároljuk, és az nagyon furcsa, nem tudom, neked nem furcsa-e, hogy állandóan beszélünk itt magyar kultúráról, és közben megállás nélkül ugye egy hatalmas tömeg az ifjúság, az hát amerikai, tehát globális kultúrával angolszász, igen. filmeket néz, és nem magyar filmeket, pedig köztudott, hogy a magyar filmeket még akkor is szívesen megnézik az emberek, ha nem olyan jók, nem olyan profik, nem 1000 milliárd dollárból készülnek, mint a hollywoodi nagyalkotások. Úgyhogy egyszerűen számomra teljesen felfoghatatlan, hogy legyen ez a bírálat helye, hogy a Nemzeti Filmintézet miért nem csináltat magyar ifjúsági filmeket, hogy a magam felé hajoljon a kezem, a gyerekrablás a Palánk utcának a remake-je, a újramesélése abszolút eljött már az ideje, 40 éve volt, bizony le kéne porolni, az alapanyag szerintem abszolút megüti egy hollywoodi filmnek a szintjét, akkor is megütötte a 700 ezer néző bizonyítja, másrészt pedig ma új eszközökkel, új rendezőkkel, fiatal tehetségekkel meg lehetne csinálni. Mit tudsz arról, hogy a pályatársaid vagy az írótársak, hogy egyébként készül, vagy készülne, vagy szóval potenciálisan benne van a valami, csak nem figyelnek rájuk, vagy egy felhívás kellene, szóval mitől lehetne, mit gondolsz? Nem, beszélnek róla, és írnak olyan regényeket, amiből lehet filmet csinálni, még azt is mondom, hogy néha egy-egy rendező, vagy producer fölhív, hogy a Petepitét, hogy az anyu én vagyok ott, vagy ez, hogy ezek ilyen kötelezők az iskolában 15-20 év a gyerekrablással együtt. Tehát, ha ezeket megcsinálnák, mondjuk a remake-jét a gyerekrablásnak, akkor helyből 300 ezer nézője van, nem tudom, melyik magyar filmnek van, csak 100 ezer nézője is, miután a tananyagban benne van, illetve hát nosztalgiából a mai 50-es évesek, meg a hozzád hasonló 51 évesek is megnéznék, tudod? Rég volt az, hogy 51, igen. Akkor az mégiscsak egy nézettség lenne, plusz ugye utána a televízió közvetítenék. Fölfoghatatlan